Kórházakat, házi orvosi rendelőket, mobil egységeket újítanak fel, illetve hoznak létre az Országos Helyreállítási Terv egészségügyre eső összegéből. Dr. Lorenzovici László orvosközgazdász ugyanakkor elmondta, az informatikai rendszerek is mindenképpen korszerűsítésre szorulnak. Romániának 5 év áll a rendelkezésére felhasználni az uniós helyreállítási alapokat, amelynek az első 1,8 milliárd euró részletét csütörtökön utalt át az Európai Bizottság. Az összeget az országos helyreállítási tervbe foglalt beruházásokra és reformokra kell fordítani, kizárólag fejlesztésre. Hegedűs Csilla, az Európai Alapok Minisztériumának államtitkára 24+ című műsorunkban elmondta, az egészségügynek szánt összegből a betegségek megelőzését célzó intézkedéseket támogatják. Nagyon fontos az, hogy ne a kórházak elfekvő részlegeit bővítsük, ugyanakkor nyilván nagyon fontos, hogy a kórházak által nyújtott szolgáltatások minőségét javítsuk, de hogy az emberek mindannyian, önök, én, ismerősök, rokonok, barátok, tulajdonképpen egészségesebbek legyünk, előzzük meg a bajt, vagy pedig akkor lépjünk, amikor még kicsi a baj. És tulajdonképpen ez a logika áll az országos helyreállítási terv mögött. Hozzátette, továbbá 3000 házi orvosi rendelőt és 45 kórházat újítanak fel, illetve 10 mobil egységet és 25 új kórházat létesítenek. Dr. Lorenzovici László orvos közgazdász szerint emellett fontos lenne az informatikai hálózatok fejlesztése, mivel az elavult rendszer gyakran okoz nehézségeket az orvosoknak és a betegeknek egyaránt. Annyira súlyosak a gondok például az informatizálás területén a biztosító pénztárnál, hogy ők maguk se tudnak lekérdezni, és elemzéseket csinálni, és stratégiát csinálni, és ellenőrizni hatékonyan, mert régi az infrastruktúra, régi a szoftver rendszer, tehát az egészet gyakorlatilag le kell cserélni, és ezt ők el is mondják, és az orvosok napi szinten érzik, és a betegek is, hogy megint kell várni, hogy kijön a recept a gépből, és leáll a rendszer. A szakértő hozzátette, fejlesztésre a vidéki rendelőkben és gyógyszertárakban van a legnagyobb szükség, mivel ott érzékelhető a legnagyobb lemaradás és elavultság.